Sziasztok! Képzeljétek, 1848. március 15-én Kossuth Lalival küldöttségbe indulunk az osztrák császárhoz. Na nehogy gőzhajóval megyünk, kiváló modern masinéria. Pozsonyból a Dunán pillanatok alatt Bécsbe érünk, mindössze 7 órácska. Tárgyalni megyünk a császárhoz, hogy saját alkotmányunk legyen, és szabadon dönthessünk országunk ügyeiben. Az út annyira sikeres, hogy a császár jóváhagyásával a magyar népnek felelős kormányt alakíthatunk, és Magyarország első miniszterelnöke leszek. A megelőző napokban kitör a bécsi, majd a pesti forradalom. Bizony ezek is előnyhöz juttatnak bennünket. A többi pedig már történelem. Köszönöm a figyelmet! Thank you.